A hagyományőrzés mellett évről évre kiemelt cél egy-egy történet színpadra állítása, mondta a híradónknak Darmos István, a Sárospataki Bodrog Néptánc Együttes vezetője. Ennek köszönhetően ebben az évben is egy önálló estre várják az érdeklődőket a Művelődésháza színpadán. Már régóta készülünk egy új műsorral, ez az első világháborúnak emléket állító műsor lesz. Itt nem arról van szó, hogy a világháború eseményeit soroljuk föl, hanem inkább arról, hogy hangulatokat próbálunk megjeleníteni tánccal, énekkel, kis átkötő jelenetekkel. Tehát egy kicsit más, mint amit azt hiszem megszokott tőlünk a közönség, hiszen színházat próbálunk csinálni. Díszlettel, világítástechnikával, hangtechnikával. Tehát ez lesz az a műsor, amelynek azt a címet adtuk, hogy kimegyek a Dobberdói hasztérre, hiszen ez a dal az, ami az első világháborúból azt gondolom Magyarországon a legismertebb népzenei emlék. A Bodrog Néptánc Együttes legfontosabb célja, hogy az érzelem közvetítéssel, a néptánc hagyományok felsorakoztatásával állítson emléket az első világháborúban elhunytaknak. Vannak ennek előzményei, hiszen sok olyan produkciót készítettünk már el az évek során, amelyek tulajdonképpen egy kicsit a színház világába, a táncszínház világába viszik el ezt a fajta műfajt. És hát ezek után, az előzmények után ez pedig egy komoly téma, mindenképpen fontos összetevője volt annak, hogy ehhez a témához nyúltunk, az, hogy a 100 éves évfordulója van az első világháborúnak, és megpróbáltuk a magyar népzenei és néptáncos kultúrából mindazokat, amelyek ezzel párhuzamba állíthatóak, összegyűjteni, és ebből egy műsort formázni. A programra a fiatalokat, idősebbeket egyaránt szeretettel várnak. A rendezvény ingyenes.